hatóságokat, kötelességünk felhívni a figyelmet ezen jogszabásértő gyakorlat megszüntetésére, pont a gazdálkodás biztonsággal, szabályozottsággal. 23 megyei jogú város, 152 cég és több mint 300 szakember vett részt azon a konferencia sorozaton, melynek délelőtt Fehérváron tartották a záró eseményét. Az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetségének közös rendezvénye egy olyan tudásmegosztó programsorozat volt, mely elsősorban a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak szólt. 2011-12-ben indítottuk nagy számban az önkormányzatok ellenőrzését, és akkor egyértelmű volt az, hogy egy önkormányzat pénzügyi vagyoni helyzetét nem lehet a gazdasági társaságok ellenőrzése nélkül egyértelműen elmondani, hiszen a pénzügyi egyensúlya nagy hatással van a gazdasági társaságokban levő többségi tulajdonú részesedésekben rejlő kockázatok is. Bármennyire megdöbbentő, 2011 előtt az Állami Számvevőszéknek nem volt jogosítványa a teljes körű érték ellenőrzésére. 2011-ben az országgyűlés meghozta a döntést, nagyon helyes döntést, hogy ellenőrizhetjük és kötelező is ellenőrizzünk a gazdasági társaságokat. Először a legegyszerűbb feladattal kezdtük, a BKV-t ellenőriztük, és ott már egyértelmű vált, felszínre hoztuk a rejtett eladósodás veszélyt. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor egy gazdasági társaság nem figyel az eszközök műszaki állapotára, ezen hatás előbb-utóbb vissza fog gyűrűzni a szolgáltatás biztonságában, minőségében, és előbb-utóbb, hogy a szolgáltatás zavartalan legyen, vagy az önkormányzatoknak, mint többségi tulajdonosnak, vagy az államnak kell helytállnia és betenni a szükséges pénzt a rendszerbe. Ilyen helyzetek nyilván, mint nagyon jól tudják, akkor alakulnak ki, ha nem valósul meg, nincs elszámolva az amortizáció, és az eszközök pótlása, fejlesztése, felújítás, beruházás nem érje el legalább az amortizáció szintjét, vagy jobb esetben ugye nem haladja azt meg. Az Állami Számvevőszéknek az alaptörvényben és a stabilitási törvényben is egy meghatározott feladata van, az államadóság kockázatainak a figyelése, és az államadóságra ható kockázatok elemzése. És úgy értékeltük, hogy az önkormányzati gazdasági társaságokban, és mondhatnám azt az állami gazdasági társaságokat is, de most önkormányzatokról beszélünk, meglevő kockázatot az előbb említett nyílt vagy rejtett adósságállomány jelentősen hatással lehet az ország államadóságára, tehát jelentős kockázatot hordoz. Ellenőrzéseink arra is rávilágítottak, hogy vannak olyan önkormányzatok, mielőtt bárki megkérdezni, megyei városok önkormányzatára való kivételek, de most is tártunk fel olyan önkormányzatokat, ahol az önkormányzatok pénzügyi helyzetét igyekeznek a gazdasági társaságokon keresztül megoldani, velünk vetetnek fel hitelt és egyéb technikai megoldásokat alkalmaznak. Ez ma is élő probléma a kisebb települések gazdasági társaságainál. A közbeszerzések kapcsán előforduló leggyakoribb szabálytalanságokra és hibákra hívták fel az előadások során a figyelmet. Annak érdekében, hogy a közvagyon kezelése ezeknél a társaságoknál minél jogszerűbb és átláthatóbb legyen. Mintegy 3/4 évvel tudtunk közvetlen kapcsolatot teremteni a gazdasági társaságok vezetőinek. A célja pont az, hogy az elemzési megállapításainkat, az elemzés alapján szerzett tudásunkat megosszuk ezen cégek vezetőivel, a tulajdonosi joggyakorokkal, pont azért, hogy megbízhatóbb, szabályozottabb és biztonságosabb legyen a közszolgáltatás. Ezeknél az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál mit szoktak a leggyakoribb hibák vagy szabálytalanságok lenni? Több fókuszkérdést fogalmazunk meg az elemzéseink során, külön választjuk a tulajdonosi joggyakorlást, és külön választjuk a gazdasági társaságok saját szabályozottságát. Örömmel elmondhatom, hogy a megyei városoknál 57 megyei városi gazdasági társaságot ellenőriztünk, itt többségében a tulajdonosi joggyakorlást jó példaként említhetjük, tehát szabályozott, jól meg lett szervezve a közfeladatellátása, a vagyonkezelési szerződések, rendeletek befogalmazták
meg, és ezen kívül folyamatos a figyelése is a monitoring és a gazdasági társaságok irányában. Gazdasági társaságoknál találtunk szabálytalanságokat, hiszen majdnem 300 javaslatot tettünk az 57 ellenőrzöttnél, és ebből döntő többség a gazdasági társaságok vezetőjének az irányába hatott. Nem olyan nagyságrendű szabálytalanságok, de az természetes, hogy egy leltárt el kell készíteni, egy számlarendnek lenni kell, belső ellenőrzésnek lenni kell, működni kell a felügyelőbizottságnak. Tehát mind olyan szabály, amit a törvény előír, és mi kérjük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsák ezeket a szabályokat, hiszen így lesz átlátható a gazdálkodás ezeknek a társaságoknak. Így kérheti számon a lakó, aki érintett ezen szolgáltatásokba, hogy mire használtátok a közpénzemet, és tényleg megfelelő biztonságú szolgáltatást kapjak. Ezeknek a szabálytalanságoknak a száma egyébként az elmúlt években egy csökkenő tendenciát, stagnáló vagy növekvő tendenciát mutat. Erre nehéz választatni, hiszen az önkormányzati gazdasági társaságok ellenőrzését bármennyire hihetetlen 2011-ig az állami számvevőszék teljes körben nem tette meg. 11-ben módosult a törvény, a parlament módosította a törvényt, és akkor adott lehetőséget az állami számvevőszéknek ezen ellenőrzésekre. Először a BKV ellenőrzéssel kezdtük 11-ben, és ott megállapítottunk olyan hiányosságokat, amiből következtetéseket lehetett levonni, és ez alapján indítottuk el nagyobb számban a gazdasági társaságok ellenőrzését. Én azt hiszem, hogy általában méret gazdaságosságtól, méretaránytól függ az, hogy mennyi a szabálytalanság. A megyei városoknál úgy is fogalmaztunk, most a megnyitó beszédemben is, hogy jó kezekben vannak ezen gazdasági társaságok, tehát a megyei városok többségében jó tulajdonosai ezeknek a gazdasági társaságoknak. Minél lejjebb megyünk egy önkormányzatnál, tehát minél kisebb egy önkormányzat, annál több szabálytalanságot látunk a gazdasági társaság működésében. Illetve még egy összefüggést értékeltünk, hogyha egy gazdasági társaság nem profiltiszta, tehát nem csak egyfajta feladatot lát el, mondjuk hulladékot gyűjt, parkot tart fenn, távhőt szolgáltat, hanem vegyes a profilja, annál több a belső szabálytalanság. Ja, hogy segítsék ezeket a társaságokat, most egy új opcióval is bővült, pont a honlapon elindult ez az önteszt nevezető kezdeményezés, ennek mi a lényege? Erről beszélünk egy kicsit még. 2014. novemberében indítottuk először az önteszteket. Ennek az a jelentősége, hogy az állami számvevőszéknek az országban a legtöbb tapasztalata van a közpénzt költő és a nemzeti vagyonnal gazdálkodó cégek gazdálkodásáról. Ezen tapasztalatok alapján állítottuk össze az önteszteket. Eddig 6 területnek volt már öntesztje. Most a mai nap hoztuk nyilvánosságra azt az öntesztet, ami a köztulajdonú gazdasági társaságoknak, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, nemzeti tulajdon, állami tulajdonú, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek nyújt egy segítséget. Ez jó pár kérdés fogalmaz meg, olyan jogszabályokon megyünk végig, amelyek a gazdasági társaságok gazdálkodására kötelezőek, rájuk vonatkoznak, és itt teszünk fel kérdéseket. Magyarul segítjük a gazdasági társaságot abban, hogy mérje fel saját maga a gazdálkodás szabályszerűségét, és amennyiben úgy érzi, hogy valamilyen szabály nem olyan, mint amit a jogszabály törvény előír, akkor saját maga hozza meg az intézkedéseket. Ezeket az önteszteket az állami számvevőszék nem kéri be, nem is ellenőrizzük, pont a segítsége, támogatása a gazdasági társaságoknak. A rendezvényen jelentették be, a mai nappal bővült az ÁSZ úgynevezett önteszt rendszere. Így most már az állami és önkormányzati tulajdonú cégek is ellenőrizhetik a számvevőszék online felületén magukat, elősegítve ezzel szabályszerű működésüket. A hangsúly tehát a megelőzésen volt a konferencia sorozat minden előadásán, és miután a közbeszerzések kapcsán folyamatosan változik a jogszabályi környezet, volt miről beszélni, és kérdések is akadtak bőven.
az állami számjövőszék és a megyei jogúvárosok között már régi ez a fajta együttműködés. 2010-ben jött létre egy együttműködési megállapodás, ami azért nagyon fontos, mert a 23 megyei jogúváros, ahol egyébként kb. 2 millió ember él vonatkozásában, nagyon sok olyan kérdés merül föl, amivel kapcsolatban így a jó gyakorlatokat szakmailag tudjuk ellenőrizni, ha kell, akkor valahol módosítani, nem elfelejtve, hogy közpénzből gazdálkodnak ezek az önkormányzatok, akár Európai Uniós, akár állami, akár önkormányzati forrásokról beszélünk, fontos, hogy ezek átlátható, törvényes, jogszerű módon kerüljenek elköltésre, akár a fejlesztések, akár az üzemeltetés tekintetében. Ez az együttműködés egészült ki a közbeszerzési hatósággal ebben az esztendőben, és kifejezetten most az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetekkel kapcsolatos közbeszerzési gyakorlattal összefüggésben került megvalósításra ez a konferencia, de az egyik nagy eredménye, hogy mindegyik fél elmondta, hogy érdemes ezt más területekre is kiterjesztve folytatni a jövőben. Most a gazdasági társaságot tekintettünk át, és ezek olyan nagyon messzinek tűnnek az embereknek, de ha már onnan közelítjük meg, hogy itt közszolgáltatásokat végző cégekről van szó, és ezek a közszolgáltatások eljutnak minden fehérvári, vagy minden pécsi, vagy minden szegedi háztartásba, sőt, sok esetben az önkormányzati cégek a városokon, a megyei jogvárosokon kívüli területen is szolgáltatnak, akkor valójában rájövünk, hogy ez a mindennapokról szól, a szolgáltatás színvonala, minősége tekintetében, a városüzemeltetés tekintetében, ugyanúgy, mint hogy ezt is közpénzből látjuk el, ebből fakadóan fontos, hogy ez is jogszerű legyen, ellenőrzött legyen és átlátható legyen. Gazdasági társaságok részéről mik voltak, vagy nem tudom, hogy itt a konferencián voltak-e ilyen legjellemzőbb kérdések, amikben mondjuk nekik hiányuk van válaszban? Nyilván itt fölmerülnek azok a kérdések, amik a beszerzéssel összefüggésben, a jogi háttérrel összefüggően jogértelmezési kérdések. Tehát ahol egyszerűen a jó gyakorlatot együttműködéssel, állásfoglalásokkal jó irányba kell terelni, és pontosan tudja a jogalkalmazó ebben az esetben egy önkormányzati cég, vagy maga az önkormányzat, hogy az adott szakmai kérdésben mi az a gyakorlat, ami jogszerű, amit elfogad egyébként mondjuk egy adott kérdésben eljáró hatóság. A közbeszerzési jogrendszer egy nagyon bonyolult eljárásrend, nélkülözhetetlen, hiszen ez biztosítja az átlátható, ellenőrzött, jogszerű közpénz elköltést, de nagyon sok olyan részletkérdés merül föl, amit egyszerűen a jogalkalmazás során derül ki, jön elő, és nagyon fontos, hogy tudjunk hova fordulni, nem a polgármesterek, hanem a szakemberek, hogy szakemberekkel egyeztetve ezeket a jó gyakorlatokat ki tudják alakítani. Ebben nagyon sokféle kérdés merült föl, nem csak a mai konferenciához kapcsolódóan, hanem a korábbi állomások tekintetében is. Ezeket azt gondolom, hogy érdemes összefüggésbe hozni azokkal az ügyekkel, amelyek már finanszírozási kérdések, amelyek egyébként az állam önkormányzat elszámolási rendszerében jelennek meg, de akár olyan kérdésekre is hatnak, amelyek az emberek számára kiemelten fontosak, szolgáltatás minősége, vagy éppen a rezsicsökkentésnek a fenntarthatósága tekintetében. Az árokonferencián az ÁSZ ugyanakkor rámutatott arra is, hogy ellenőrzéseik és tapasztalataik alapján a megyei jogú városok többsége szabályosan gyakorolja a tulajdonosi jogköröket cégei felett. A legtöbb esetben ezeket alapvetően jó gyakorlatnak minősítették.